Régi hagyomány, hogy a családok gyermekeik születését egy facsemete elültetésével ünneplik meg. Ezt a szép hagyományt felelevenítve indította el 2015-ben Nyíregyháza önkormányzata és a város üzemeltető cég az új életfa projektet, amelynek célja a város megszépítésén túl, hogy a Nyíregyházán született gyermekeknek, ha felnőttként el is kerülnek a szabolcsi megyeszékhelyről, örök kötődésük maradjon szülőföldjükhöz. Augusztustól várták a jelentkezéseket. A programban azok a családok is részt vesznek, akiknek nincsen kertjük, de szeretnének gyermekeik tiszteletére közterületen, közösségben fát ültetni. Idén a 2017. július 31-e és 2018. július 31-e között született csecsemőknek ajándékoz fát a Nyírvévé Nonprofit Kft. A társaság azt szeretné, ha a családok a fákat együtt ültetnék el a Kártvárosban található új életfaligetben. A kertvárosi alkotás utca játszóterének csak nem valamennyi fája egy-egy nyíregyházi gyermek születését jelképezi. Az új életfa ligetben egy különlegesen szép fafajtát, hársfákat ültetnek a jelentkezők. A hétfői határidőig több mint 60 család regisztrált a programba, így várhatóan október elején ültetik el az életet szimbolizáló fákat.